Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők. Soha nem feledem, Hallani vélem a hangodat még, Volt egyszer rég, egyszer rég. Sklepő mi szakácsnő kalandja. Akkoriban, amikor még közös lakást béreltünk barátommal, Erkül Poáróval, szokásom volt felolvasni neki a reggeli lap a Napi Harsona szalak címeit. A Napi Harsona sohasem mulasztott el egyetlen alkalmat sem a szenzációkeltésre. A betörések és gyilkosságok nem a végén lapultak, mindjárt a címlapon ütötték meg az ember szemét óriási betűkkel. 50 ezer font értékű átruházható kötvényekkel lógott meg a banktisztviselő, olvastam. Gás dugta fejét a férj. Boldogtalan házas élet. Nyoma veszett a gépíró kisasszonynak. Csinos, 21 éves leány. Hová lett Edna Field? Na tessék, Poirot választhat. Egy kereket oldott banktisztviselő, egy rejtélyes öngyilkosság, egy eltűnt gépíró kisasszony, melyikre fája foga? Barátom egykedvű hangulatban volt, csendesen rázogatta a fejét. Egyik sem vonz, monami. Ma nyugalmas életre vágyom. Igen érdekes problémának kellene lennie annak, amely kicsábíthatna a székemből. Tudja, fontos ügyeket kell rendbe tennem. Például, a ruhatáram, Hastings. Ha nem tévedek, az új szürke öltönyömön van egy zsírfolt, csak egy apró foltocska, de engem bosszant. Azután ott a téli kabátom ideje naftalimba tenni. És azt hiszem, igen, igen, a bajuszom stuccolását sem halogathatom tovább, utána pedig be kell pomádéznom. Hát, feleltem az ablakhoz lépve, kétlem, hogy ezeket az örömteli feladatokat el tudja most végezni csöngettek, ügyfele érkezett. Ha csak nem országos jelentőségű esetről van szó, hozzá sem jólak, jelentette ki méltóság teljesen poáró. Egy pillanat múltán testes, vörösképű hölgy hatolt be magányunkba, hangosan zihálva a sietős lépcsőmászástól. – Maga, monsieur poáró? kérdezte nagy hangon, amint leroskadt egy székbe. Erkül Poáró vagyok, igen, madám. Egyáltalán nem úgy néz ki, mint amilyennek képzeltem, mondta a hölgy, elégedetlenül méregetve barátomat. Fizetett azért a beszámolóért az újságban, hogy micsoda egy talpra esett detektív maga, vagy ők rakták bele. Madám! húzta ki magát Poáró. Már ne is haragudjék, de tudja, milyenek manapság ezek az újságok. Az ember elkezd olvasni egy kellemes kis cikket, Mit mondott csúnyácska barátnőjének a menyasszony? Aztán kiderül, hogy csak valami samporról van szó, amit a patikában lehet kapni hajmosáshoz. Ócska reklám az egész. Remélem nem bántottam meg. Elárulom, mit akarok magától. Kutassa föl a szakácsnőmet. Poáró csak bámult, szóhoz sem tudott jutni. Félrefordultam, hogy elrejtsem széles vigyoromat, mert palástolni képtelen voltam. Az a nyavajás munkanélkül is hegély az oka mindennek, Folytatta a hölgy. Bogaradt ez a cselédek fülébe. Gépírók is asszonyok akarnak lenni, meg mit tudom én mik. Szüntessék be a munkanélküli segélyt, én azt mondom. Szeretném tudni, mi okuk lehetne panaszra az én cselédeimnek. Heti egy szabad délután is este, minden második vasárnap szintúgy, a mosást kiadjuk, ugyanazt eszik, amit mi, és az én házamban aztán nincs margarin, csak is a legfinomabb vaj. Lélegzetet vett, és Poirot megragadta az alkalmat. A lehető legdőfösebb modorát vette elő, miközben talpra állt. – Attól tartok téved, madám. Én nem nyomozok, holmi mi házi alkalmazottak ügyében. Én magándetektív vagyok. – Tudom – felelte vendégünk – Hát nem megmondtam, hogy azt akarom kerítse elő a szakácsnőmet? Szerdán egy árva szó nélkül elment, is azóta se jött vissza. Nagyon sajnálom, madám, de ilyen ügyekben nem ártom magam. Jó napot kívánok! Vendégünk felháborodva horkantott. Szóval erről van szó, kedves uram? Gőgösek vagyunk? Csak kormánytitkokkal meg grófnék ékszereivel foglalkozunk? Hát tudja meg, hogy a magam fajta asszonynak egy cseléd éppen olyan fontos, mint egy gyémánt fejék. Nem lehetünk minnyáján előkelő hölgyek, akik felékszerezve furikáznak? Egy jó szakácsnő az jó szakácsnő, és ha elveszíti az ember, az pontosan annyit jelent, mint valami gyöngysor egy flancos úri hölgynek. Egy-két pillanatig döntetlenre állt a játszma poáró méltósága és humorérzéke között. Végül elnevette magát, és visszatelepedett székébe. Madám, önnek igaza van, én pedig tévedtem. Észrevételei jogosak és értelmesek. Ez az eset újdonság lesz számomra. Soha sem kutattam még eltűnt cseléd után. Ez bizony országos súlyú probléma, éppen olyan, amilyet a sorstól követeltem, mielőtt önbetoppant. Anna van! Tehát azt mondja, ez a kincset érő szakácsnő szerdán elment, és azóta nem tért vissza. Ez tegnap előtt volt. Igen, akkor volt a kimenője, de hát minden bizonyal valami baleset érte, madám. Érdeklődött a kórházaknál. Én is pont erre gondoltam tegnap, de ma reggel, képzelje csak, a ládájáért küldetett. És nekem még csak egy sort sem írt. Ha otthon vagyok, ki sem adom. Azok után, hogy így elbánt velem, de éppen a hentesnél jártam. Leírná a külsejét? Középkorú, testes, őszülő, fekete hajú, abszolút tisztességes személy. Az utolsó helyén tíz esztendeig állt alkalmazásban. Eliza Dánnak hívják. Netán, szóváltásba keveredett vele szerdán? Egyáltalán nem. Ezért is olyan furcsa az egész. Hány cselédet tart, madám? Kettőt. A szobalányom, Eni, igen jóra való teremtés. Egy kicsit feledékeny, meg folyton a férfiakon jár az esze, de jó cseléd, ha a körmére néz az ember. Ő is a szakácsnő, jóban voltak? Civakodtak néha, de azért nagyon jóban voltak, igen. És ez a lány sem tud fényderíteni a rejtére. Azt mondja nem, de persze ismeri a cserédeket, jóban rosszban összetartanak. Nos, ennek utána kell járnunk. Mit is mondott, hol lakik, madám? Klepönben, Prince Albert Road 88. Bár? Yeah. Madám, most búcsút veszek öntől, de megnyugtathatom, még a mai nap folyamán felkeressük lakhelyén. Mrs. Todd, mert így hívták új barátnénkat, távozott. Poáró bánatos tekintetet vetett rám. Nos, Hastings, ilyen ügyet sem láttunk még. A klepömi szakácsnő eltűnése. Barátunknak, Jeff felügyelőnek soha, soha nem szabad tudomást szereznie erről. Azzal felmelegítette a vasalót, és egy itatós papír segítségével gondosan eltávolította a szürke öltönyéről a zsírfoltot. Bajuszának rendbetételét szomorúan egy másik napra halasztotta, és nekivágtunk klepömnek. A Prince Albert Rodon csinos egyenházacskák sorakoztak, nett csipkefüggönyök árnyékolták az ablakokat, és alaposan fényezett részkopogtatók csillogtak minden ajtón. Becsengettünk a 88-ba, és bájos arcú, net nyitott ajtót. Mrs. Todd kijött az előszobába, hogy üdvözöljön bennünket. – Maradj csak itt, Eni, kiáltotta. – Ez az úr detektív, és kérdéseket akar feltenni neked. Eni arcán ijegység és gyönyörteli izgalom csatázott. – Köszönöm, madám! – hajolt meg Poirot. – Szeretném is tüstént kihallgatni a szobalányát. Egyedül, ha lehetséges. – Bevezettek bennünket egy kis szalomba, és amint Mrs. Todd, láthatóan vonakodva, magunkra hagyott, Poirot rátért a keresztkérdésekre. – kérdésekre. Vajon, mademoiselle enni, ön igen fontos dolgokat közölhet velünk. Csak is ön vethet fényt erre az esetre. A segítsége nélkül semmire sem megyek. Az ijegység tova tűnt a lány arcáról, és elömlött rajta a gyönyörteli izgalom. Hogy ne, uram, felelte, Elmondok én mindent, amit csak akar. Pompás! Poáró helyeslően rámosolygott. Nos, először is mi a maga elképzelése? Maga nagyon értelmes lány, ez rögtön meglátszik. Mivel magyarázza Eliza eltűnését? E buzdításra Eni izgatott szóáradatba kezdett. Leány uram, én már az elején megmondtam, a szakácsnőnk folyton óvott tőlük. Ne szagolj meg semmiféle kölnit, ne fogadj el édességet, akármilyen úriembernek látszik az illető. Így mondta mindig. Ebben biztos vagyok. Lefogadom, hogy Törökországba hurcolták, vagy valamilyen más ilyen keleti helyre, ahol kövéren szeretik a nőket. Poáró bámulatosan megőrizte komolyságát. De ebben az esetben, mert persze lehet benne valami, vajon küldetett volna a kofferjáért? Hát, nem is tudom, uram, Gondolom, szüksége lesz a holmiára. Még azokon a külországi helyeken is. Ki jött a kofferjáért? Egy férfi? Paterson, a fuvaros, uram. Maga csomagolta be? Nem, uram, be volt csomagolva, és át volt kötve. Ah, ez érdekes. Ez szerint, amikor Szerdán elment hazúrról, már feltett szándéka volt, hogy nem tér vissza. Érti? Nem, de bár. Igenis, uram. Ennyi egy kisé összezavarodott. Erre nem is gondoltam, de ettől még lehettek leánykereskedők, ugye, uram? Tette hozzá reménykedve. Kétség kívül, felelte komoran poáró, Azután így folytatta. Egy hálószobában aludtak? Nem, uram, külön szobáink voltak. Kifejezte önnek Eliza valaha is az elégedetlenségét jelenlegi állásával kapcsolatban? Mind ketten elégedettek voltak itt? Sose mondta, hogy el akarna menni. Jó állásunk van. A lány elbizonytalanodott. Beszéljen csak nyugodtan, buzdította poáró. Nem fogom beárulni az úrnőjének. Hát, uram, az úrnő elég egy csodabogár, az szent igaz. De az étel jó, elegendő, nem sajnálja tőlünk. Mindig akad valami meleg vacsora, Finom maradékok és sütőzsír is bőven. És különben is, ha Eliza változtatni akart volna, akkor sem így megy el, ebben biztos vagyok. Kitöltötte volna a hónapot, hiszen ezért az úrnő egy teljes havi bérét levonhatja. És a munka nem túl nehéz? Hát, az úrnő elég finnyás, folyton a sarkokban szösszmötöl port keres, és ott van persze a lakó is, a fizető vendég, ahogy nevezik, de az csak reggelinél meg vacsoránál számít, akár csak az úr. Állónap a cityben vannak. Kedveli a házi urat? Rendes ember, nagyon csöndes, csak kicsit fukar. Gondolom már nem emlékszik, mit mondott Eliza utoljára, amikor elment. De hogy nem? Ha marad az ebédről őszi kompót, azt mondja, azt tesszük majd vacsorára, meg egy kis szalonnát sült krumplival. Bolondult az őszi kompótért, nem csodálnám, ha azzal csábították volna el. A szerda volt a kimenő napja? Igen, neki a szerda, nekem meg a csütörtök. Poáró feltett még néhány kérdést, majd közölte, hogy nagyon meg van elégedve Eni távozott, és kíváncsi arccal besietett Mrs. Todd. Biztosra vettem, hogy keserűen nehezményezi, amiért kizártuk az Ennivel való beszélgetésből. Poárónak azonban gondja volt rá, hogy tapintatosan elcsitítsa érzelmeit. Egy olyan kivételes intelligenciájú hölgynek, mint ön, madám magyarázta. Nehéz volna türelemmel viselnie azokat a körülményes módszereket, amelyekre mi szegény detektívek néha rákényszerülünk. Az okosok rosszul bírják az ostobaságot. Így módon elhárítván Mrs. Todd nehezterését, a férje terelte a szót, és kiderítette, hogy egy citybeli vállalatnál dolgozik, este hat előtt sohasem ér haza. Bizonyára őt is nagyon feldulta ez az érthetetlen eset, nem de? Őt semmi sem zavarja, jelentette ki Mrs. Todd. Se baj, kedvesem, keríts egy másikat, ennyit mondott. Olyan nyugodt bír lenni, hogy az néha már őrjítő. Micsoda hálátlan teremtés, azt mondja, nem kár érte. És a ház többi lakója, a madám? Mr. Simpsonra a fizető vendégünkre gondol? Ha rendben megkapja a reggeliét és a vacsoráját, ő aztán nem aggódik semmin sem. Mi a szakmája, madám? Egy bankban dolgozik. Megemlítette az intézmény nevét, és én összerezzentem, mert eszembe jutott, amit a napi harsonában olvastam. Fiatal? 28 éves, úgy tudom, kellemes, csöndes ember. Szeretnék pár szót váltani vele, és a férjével is, ha szabad. Evégből még ma este visszatérek. Engedje meg, hogy önnek pedig egy kis pihenőt javasoljak, madám. Fáradtnak látszik. Mert az is vagyok. Először az aggodalom, Eliza miatt, aztán tegnap jóformán egész nap árleszállításokat jártam, az meg tudja milyen, monsieur Poirot, és idehaza is jócskán meggyűlt a tennivaló, mert persze enni képtelen mindent elvégezni. Sőt, biztosra veszem, hogy ő is felmond majd ezután az izgalom után, így aztán persze, hogy elfáradtam. Poáró együttérzőn hüm azzal távoztunk. Furcsa egybeesés, mondtam. Az a meglépett banktisztviselő ugyanott dolgozott, ahol Simpson. Van valami összefüggés, mit gondol? Poáró mosolygott. Egyik végén egy kereket oldó tisztviselő, másikon egy nyoma veszett szakácsnő. Nehéz kapcsolatot látni a kettő között, ha csak nem, Davis meglátogatta Simpsont, szerelembe esett a szakácsnővel, és rávette, hogy szökjenek meg. Nevettem, ám Poirot komor maradt. Rosszabbat is tehetett volna, mondta megrovóan. Ne feledje, Hastings, ha az ember száműzetésbe megy, egy jó szakácsnő fontosabb lehet a számára, mint egy csinos arc. Eltűnődött, majd így folytatta. Különös ügy, tele ellentmondásokkal. Érdekel. Igen, határozottan érdekel. Aznap este visszamentünk a Prince Albert Road 88-ba, és kikérdeztük Todot meg Simpsont. Előbbi mélabús, beesett arcú, valahány éves férfi volt. Ah, igen, igen, mondta Tétován. Eliza, igen, jó szakácsnő volt, gondolom, és takarékos, a takarékosságra nagy súlyt helyezek. El tud képzelni bármi okot, amiért ilyen váratlanul távozott? Hát, Istenem, mondta Mr. Todd bizonytalanul, a cserédek már csak ilyenek. A feleségem túl sokat aggódik. Belebetegszik az aggodalomba, pedig olyan egyszerű az egész. Fogadj föl egy másikat, kedvesen mondom neki. Fogadj föl egy másikat, ennyi, és kész. Késő bánat, ebb gondolat. Mr. Simpson sem bizonyult segítőkészebbnek. Csöndes, jellegtelen, szemüveges fiatalember volt. Azt hiszem, láttam egyszer-kétszer, mondta. Idősebb nő, ugye? A másikat enit persze gyakrabban látom. Kedves lány, igen készséges. Jóban volt egymással a két nő. Mr. Simpsonnak erről fogalma sem volt. Bizonyára, feltehetőleg. Nos, semmi érdekeset nem tudtunk meg, monami, mondta Poáró, amint kiléptünk a házból. Távozásunkat Missisztod Todd szó és leltette, aki mindazt elismételte, amit aznap reggel előadott, csak valamivel hosszasabban. Csalódott? kérdeztem. Arra számított, ha valami lényegeset? Poáró a fejét ingatta. Volt rá némi esély, persze mondta. De nem tartottam valószínűnek. A következő fejlemény egy levél volt, amelyet Poáró kapott másnap reggel. Elolvasta, és felháborodástól szederjes képpel nyújtotta át nekem. Missis Todd sajnálattal közli, hogy mégsem tart igényt Mr. Poáró szolgálataira. Férjével megbeszélve a dolgot, arra a belátásra jutott, hogy ostobaság volna a detektívet fogadni egy háztartási jellegű problémához. Mrs. Todd egy ginit mellékel konzultációs díj gyanánt. Áha! kiáltotta mérgesen Poáró. Azt hiszik, csak úgy meg lehet szabadulni Erkül Poárótól szívességet, nagy szívességet teszek, vállalom a nyomorult kis esetüket, erre komszák kirúgnak. Mr. Todd keze van a dologban, tévedés kizárva. Csak hogy én azt mondom, nem, 36 -szor is nem. A magam giniejét költöm rá, százszor harminchatot, ha kell, de végére járok ennek. Igen, mondtam, de hogyan? Poáró valamelyest lehiggadt. Dabor felelte, hirdetést adunk fel az újságokban. Lássuk csak, igen, valami effélét. Ha Eliza Dán jelentkezik a megadott címen, előnyére fog szolgálni. Tegye bele az összes újságba, ami csak eszébe jut Hastings. Azután magam is nyomozok egy keveset. Menjen már, menjen, gyorsan kell cselekednünk estig nem is láttam, akkor végre méltóztatott előadni, mit végzett aznap. Érdeklődtem, Mr. Todd vállalatánál, bent volt szerdán, a jelleme kifogástalan. Róla ennyit. Azután Simpson, nos, ő csütörtökön beteg volt, nem is ment be a bankba, de szerdán dolgozott. Tűrhető baráti viszonyban volt davis semmi rendkívüli. Arra felé hiába is keresgélünk. Nem, csak a hirdetésre hagyatkozhatunk. A hirdetés meg is jelent az összes fontosabb napilabban. Poáró úgy rendelkezett, hogy minden nap közöljék egy hétig. Egészen különös volt ez a buzgalma a lába kelt szakácsnő érdektelen ügyében, de aztán rájöttem, becsületbeli kérdésnek tekinti, hogy a végére járjon. Számos felettébb érdekes esettel fordultak hozzá ez idő alatt, de ő mindet elutasította. Reggelente mohón rohant a postájához, átnézte, és sóhajtva tette le a leveleket. Ám türelmünk végül elnyerte jutalmát. A Mrs. Todd látogatását követő szerdán szállásadónőnk jelentette, hogy egy Eliza Dán nevű személy keres bennünket. Enfant! kiáltott a poáró. Hát küldje fel, de rögtön azonnal! Megrót szállásadónk, kisietett, és néhány másodperc múlva betessékelte Miss Dant. Zsákmányunk éppen úgy festett, ahogyan leírták. Magas, testes, igen tisztességes személy. A hirdetésre jöttem, magyarázta. Gondoltam, összekeverhettek valamit, és maguk talán nem is tudják, hogy már megkaptam az örökségemet. Poáró figyelmesen méregette. Teatrális mozdulattal előrébb húzta a székét. Az a helyzet, mondta, hogy volt munkaadója, Mrs. Todd nagyon aggódott magáért. Attól félt, hogy baleset érte. Elizadán meglepetnek látszott. Hát nem kapta meg a levelemet? Egy szót sem hallott magáról. Poáró elhallgatott, majd megnyerően így szólt. Megtenné, hogy elmeséli az egész történetet? Eliza nem volt szüksége szogatásra, belevágott hosszú elbeszélésébe. Szerda este éppen hazafelé igyekeztem, és már majdnem odaértem a házhoz, amikor megállított egy úr. Magas termetű volt, szakállas, nagy kalapot viselt. Miss Eliza Dán? kérdezte. Igen, mondom én. Éppen önt kerestem az imént a 88-ban, mondta ő. Közölték, hogy ezen az úton majd megtalálom, amint hazafelé tart. Miss Dán, én csak is azért jöttem át Ausztráliából, hogy találkozzam önnel. Meg tudná-e mondani, hogy hívták anyai nagyanyját leánykori nevén? Jane Emotnak feleltem. Úgy van, mondta ő. Nos, Miss Dan, lehet, hogy ön erről még sohasem hallott, de nagyanyjának volt egy kebel barátnője, Eliza Leach. Ez a barátnő kiköltözött Ausztráliába, ahol hozzáment egy igen gazdag telepeshez. Két gyermeke csecsemőkorban meghalt, így ő örökölte férje teljes vagyonát. Pár hónapja hunyt el, és hagyott örre egy házat ebben az országban, továbbá egy tekintélyes pénzösszeget. Én csak ámultam és bámultam, folytatta Mizdán. Egy percig még gyanakodtam is, amit észrevehetett, mert rám mosolygott. Nagyon helyes, hogy bizalmatlan Mizdán, mondta. Íme az irataim. Azzal átnyújtott egy levelet valami Melbourne-i ügyvédektől, Hurst és Crochet, meg egy névjegykártyát. Ő volt Mr. Crochet. De van néhány feltétel is, mondta. Kliensünk egy kicsit bogaras volt, tudja. A hagyományozás annak függvénye, hogy ön holnap déli 12 óráig birtokba veszi a házat. Cumberlandben van. A másik feltétel jelentéktelen. Mindössze azt írja elő, hogy ön nem állhat háztartási alkalmazásban. Erre megnyúlt a képem. Jaj, Mr. Crochet, feleltem, de hát én szakácsnő vagyok. Nem mondták a háznál. A kutya fáját felelte ő, erről fogalmam sem volt, azt gondoltam talán, társalkodónő vagy nevelőnő esetleg. Ez igen sajnálatos, mód felett sajnálatos. Emiatt elvesztem az összes pénzt, kérdeztem aggodalmaskodva. Gondolkodott egy cseppet. A törvényt mindig meg lehet kerülni, Mizdán, mondta végül. Mi ügyvédek jól tudjuk ezt. A helyzet megoldása az, hogy ön ma délután kilépett. Na de a hónapom, mondtam én. Drága Mizdán, mondta ő mosolyogva, a szolgálatból bármikor ki lehet lépni, legfeljebb elveszti egy havi bérét. Úrnője tekintettel a körülményekre meg fogja érteni. A gond az idő. Feltétlenül el kell érnie a 11.05-ös vonatot, amely a King's Cross állomásról indul éjszakra. Kölcsönözhetek önnek tíz fontot úti költségre, és az állomáson majd ír egy üzenetet a munkaadójának. Magam fogom kézbesíteni, és elmagyarázom az összes körülményeket. Természetesen beleegyeztem, és egy óra múlva már a vonaton ültem, úgy összezavarodva, hogy azt sem tudtam, fiú vagyok-e vagy lány. Mire Kárlájba értem, már félig meddig el is hitettem magammal, hogy szélhámosság az egész, amikről annyit írnak az újságok. De aztán elmentem a címre, amit megadott, egy jogtanácsosi iroda volt, és minden stimmelt. Egy szép kis ház, és évi 300 font jövedelem. Ezek az ottani jogászok igen keveset tudtak, egyszerűen kaptak egy levelet egy úrtól Londonból, amelyben arra utasította őket, hogy adják át nekem a házat meg 150 fontot az első fél évre. Mr. Crochet utánam küldte a holmimat, de az úrnőm felül egy szót sem hallottam. Gondoltam, haragszik rám, irigyli a szerencsémet. Mert a kofferomat visszatartotta, papírba csomagolva küldte el a ruháimat. De persze, ha tényleg nem kapta meg a levelemet, akkor nagy pimasságnak tarthatta a viselkedésemet. Poáró figyelmesen végighallgatta a hosszú történetet, aztán bólogatott, mint aki tökéletesen elégedett. Köszönöm, mademoiselle. Ahogy mondta, valóban összekeveredtek kisé a dolgok. Engedje meg, hogy kárpótoljam a fáradtságáért. Átnyújtott neki egy borítékot. Rögtön vissza Cumberlandbe? Hadd adjak egy jó tanácsot. Ne felejtsen el főzni. Sosem árt, ha van mire hagyatkozzunk, amikor beüt a bal szerencse. Micsoda hiszékeny teremtés, mormolta, amint vendégünk távozott. De hát az osztálya bírjek már csak ilyenek. Elkomorult az arca. Gyerünk, Hastings! Nincs vesztegetni való időnk. Hozzon taxit, amíg én írok egy levelet Jeppnek. Poáró a küszöbön várakozott, amikor visszatértem a taxival. Hová megyünk? kérdeztem nyugtalanul. Először is beadjuk ezt a levelet express kézbesítésre. Ezzel végezvén és újra beszállván a taxiba, Poáró megadta a címet a sofőrnek. Prince Albert Road 88, Clapham. Tehát oda megyünk? Meui, bár attól tartok már késő. A madarunk kirepült a kalickából Hastings. Ki a madarunk? Poirot elmosolyodott. A jelentéktelen Mr. Simpson. Micsoda? kiáltottam. Hogyan Hastings? Nem mondja, hogy még mindig nem világos a kép? A szakácsnőt eltávolították az útból, ezt értem, válaszoltam kissé sértetten. De miért? Miért volt rá szüksége Simpsonnak, hogy eltávolítsa a házból? Tudott róla valamit ez a nő? Az égvilágon semmit. Hát akkor? De kellett neki valami, ami a szakácsnőjé volt. A pénz? Az ausztráliai örökség? Nem, barátom, egészen más kellett neki. Hallgatott egy sort, majd komoran kibökte. Egy ütött kopott bádok koffer. Oldalvást rápillantottam. Kijelentése olyan elképesztő volt, hogy azt hittem ugrat, de Poirot egészen komoly maradt. De hisz azt vehetett is volna, ha annyira kellett neki? kiáltottam. Csak, hogy neki nem új bőrönt kellett, hanem egy pedigrés koffer, egy elismerten tisztességes koffer. Ide figyeljem, Poáró! kiáltottam. Ez már több a soknál, maga ugrat engem! rám nézett. Magából hiányzik Mr. Simpson esze és képzelő ereje Hastings. Nézzük csak! Szerdán este Simpson eltéríti a szakácsnőt. Egy nyomtatott névjegyre és egy nyomtatott céges levélpapírra könnyű szert tenni, sőt, 150 fontot és évi házbérleti díjat is rááldoz a terve sikerére. Mizdán nem ismeri fel. A szakál, a kalap, az enyhegyarmati akcentus tökéletesen félrevezeti. Ezzel a szerdának végére is jártunk, kivéve persze azt a csekéséget, hogy Simpson elemel 50 ezer font ára átruházható értékpapírt. Simpson? De hisz az Davis volt, aki ha megengedi, folytatnám, kedves Hastings. Simpson tudja, hogy a lopást csütörtök délután felfedezik. Csütörtökön nem is megy be a bankba, hanem lesbe áll és várja, hogy Davis kimenjen ebédelni. Talán bevallja a lopást, és azt mondja Davisnek, az ő kezébe akarja letenni az értékpapírokat, minden esetre kicsalja magával Davis-t krepönbe. A szobalány szabadnapos, Mrs. Todd az árleszállításokat járja, senki sincs a házban. Ha majd a lopást felfedezik, és Davis nincs sehol, a helyzet napnál világosabb lesz. Davis a tolvaj! Mr. Simpson tökéletesen biztonságban lesz, másnap bemehet dolgozni, mint egy becsületes tisztviselő, akinek hiszik. És Davis? Poáró kifejező mozdulatot tett, és lassan rázogatta a fejét. Ez az egész olyan hidegvérű, hogy nehéz elhinni, de mi más lehetne a magyarázat, Monami? Egy gyilkos legnagyobb problémája a holttest eltüntetése, és Simpson mindent előre kitervelt. Nekem rögtön szemet szúrt a tény, hogy noha Eliza Dán nyilvánvalóan vissza akart térni aznap este, amikor kivette a szabad napját, gondoljon csak az őszi barac kompóttal kapcsolatos megjegyzésére, a kofferja mégis be volt csomagolva, amikor érte jöttek. Simpson üzent Pattersonnak, a fuvarosnak, hogy menjen érte pénteken. És Simpson kötötte át a koffert csütörtök délután. Ugyan miféle gyanú merülhetett volna fel? Egy cseréd elmegy, aztán a kofferéért küldet, a koffer fel van címkézve és a nevére címezve, bizonyára egy Londonhoz közeli vasútállomásra. Ott aztán szombat délután megjelenik Simpson Ausztrálnak álcázva, átveszi, új címkét és címet ragaszt rá, és elküldi valahová máshová azzal, hogy majd érte jönnek. Amikor pedig a hatóság jókkal gyanút fog és felbontja, már csak annyit lehet kideríteni, hogy valami szakállas gyarmati adta fel egy Londonhoz közeli állomásról. Többi semmi sem kapcsolja össze a Prince Albert Road 88 Á, ah, itt is vagyunk! Poirot jóslata helytállónak bizonyult. Simpsonnak már napok óta hűt helye volt. De bűnét nem úszta meg következmények nélkül. Távíró útján leleplezték az olimpián Amerika felé menet. Egy Mr. Harry Wittergreen nevére címzett bádok koffer felkeltette a vasúti tisztviselők figyelmét Glasgow-ban. Kinyitották, és megtalálták benne a boldogtalan Davis tetemét. Poáró sohasem váltotta be Mrs. Todd egy gínire szóló csekjét, bekereteztette, és felakasztotta a nappalink falára. Egy kis emlékeztető lesz ez nekem, Hastings. Soha sevesd meg a hétköznapit, a nevetségest. Egyik végén egy cseréd eltűnése, másikon egy hidegvérű gyilkosság. Ez volt az egyik legérdekesebb esetem.